Sziasztok! Azért hívtalak titeket, hogy megbeszéljük még, hogy miket rakunk a prezentációba. Képzeld el, pont most olvastam Mortiról, hogy minden reggel ilyen szokása volt, hogy a reggel után intézte az ügyeit. A reggeliről én azt olvastam, hogy mindig a feleségével reggelizett, és mindig pontban 8-kor. És aztán általában együtt is ebédeltek. Sőt, még azt is láttam, hogy a kedvenc ételei a gulyás, a halászlé, meg a szalontüdő voltak. Tök érdekes. Wow, tényleg érdekes. Én meg pont most olvastam egy könyvbe, hogy nagyon nagy sportember volt, és hogy emelkedő sport teljesítményeink voltak, meg hogy nagyon sokat vadászott. Például a Gödöllői kastélyban, hogy ott nagyon nagy vadászatokat tartott, tök sok híres emberrel, meg nem tudom, azért tényleg nagyon érdekes. Én a szabad idejéről annyit olvastam, hogy nagyon szeretett bridgezni, csak miután az édesapja meghalt, az abba maradt. Wow, hát ez nagyon furcsa. Ja, szomorú amúgy. Igen. Én még azt láttam valahol, hogy ugye volt neki a kenderesi birtoka, és az neki a nyaralóhelye volt. És ő oda járt pihenni, és ott tök sokat festett. Én meg még azt olvastam abban a könyvben, amiről ugye már beszéltem, hogy már a Ijá István, aki majdnem kormányzó is lett, hogy van neki egy mászokra a Gödöllőn. De hogy nem, én nagyon ilyen eldugott helyen van, szóval, hogy nem annyira látható helyen. Ott a kastély kertjébe? Igen, a kastély kertjébe ott van, csak oda már nem vezetnek utat, meg semmi. Aztán. Ja, egyébként képzeld, hogy ez alatt a kert alatt van egy horti bunker nevezető hely, ami tök fura, hogy róla van elnevezve, mert még életében nem is járt ott egyszer sem, mindig csak a kastélyban volt. Wow, hát ez igazán érdekes. Ez tényleg érdekes. Na jól van, köszi, akkor szerintem én ezeket most bele is írom a prezentációba. Jó, mert szerintem én is jobb lesz. Jó, akkor majd még beszélünk. Sziasztok! Sziasztok!